Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is mai adásunk tartalmát képekben. Új névvel, új helyszínen, de régi köntösben várja majd a rendezvény az érdeklődőket. Négy táv közül választhattak a teljesítménytúra résztvevői. Számos pályázati forrást vett igénybe Magyar Keszi az utóbbi időben. Kidöntötték a Tamás Művelődési Központ előtt álló májusfát. A régész születésének 151. évfordulóján avatták az emléktáblát Tamásiban. Tamásiban új névvel, de a megszokott, színvonalas szervezéssel várja majd az érdeklődőket az a június elejé rendezvény, amely a vadételek köré épül. A név és a helyszínváltozás okáról hallhatunk a következő percekben. 14 évvel ezelőtt Tamásiba kezdetét vette egy rendezvény sorozat, mely minden évben nyár elején, mondhatni nyárköszöntő jelleggel valósult meg az itt élő emberek és az ország más pontjairól ide látogatók életében. Ez volt a Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál. Ennek a gyönyörű természeti környezet, a parkerdőnk adott otthont. A 18-as évben már nehezen tudtuk ezt a rendezvényt lebonyolítani, hisz akkor már megjelent Magyarországon a Sertéspest is, és a terület tulajdonosa, a Gyulay ZRT már akkor úgy tájékoztatott minket, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvény komoly veszélyt jelenthet a vadállományra. Azt gondolom, nem a mi tisztünk megítélni azt, hogy ez mekkora valós veszélyt jelent. Számunkra az a fontos, hogy maga a rendezvény, maga a fesztivál csorbítatlanul kerülhessen megvalósításra, hiszen számos olyan kikötés és akadály gördült a szervezők elé, amit nem tudtunk tulajdonképpen teljesíteni. Így aztán úgy döntöttünk, hogy a fesztivált más helyszínen, és akkor már teljesen más köntösben, más névvel fogjuk megrendezni az idei évben. Itt állunk most is a Művelődési Központ és a Könyvtár előtti rendezvénytéren, ami számos rendezvényünknek, szabadtéri rendezvényünknek ad otthont az év során. Ezért is döntöttünk úgy, és kézenfekvő volt azt gondolom a döntés, hogy idehozzuk ezt a nagy, mondhatni második legnagyobb rendezvényt. A név az pedig nyilvánvaló, hogy változott, hiszen sem a természeti környezet, sem a vadászati erdészeti tartalom így nincs már a rendezvény mögött. Ezért gondoltuk azt, hogy a nevet is igazítjuk ahhoz a tartalomhoz, ami megjelenik a rendezvényen. A színek, zenék, zamatok elnevezés mellett döntöttünk, hiszen az egész nap során már kora délelőttől rendezvények, zömében zenés rendezvények várják majd a térre látogatókat. A zamatok azok adottak, hiszen a főzőverseny változatlan formában kerül megvalósításra, vad és halételek kerülnek majd elkészítésre, innen jött a zamatok elnevezés. A színek az pedig egy olyan kiegészítő programelemre utal, ami Tamásiban a rendezvények kapcsán még nem jelent meg, ez pedig a fényfestés. Bizonyára sokan vannak, akik már részesültek ilyen élményben az ország más pontjain, más fesztiválokon. Itt most először kerül megvalósításra, mögöttem álló épületeket, fákat fogjuk megfesteni majd az esti főkoncert és az utána következő utcabál között. Azért gondoltuk fontosnak, hogy itt a rendezvénytér végében a fák alatt kerüljenek elhelyezésre a főzőcsapatok, mert akkor így ők is az egész nap folyamán élvezhetik a színpadi programokat, a rendezvénytéren zajló kulturális eseményeket. A jelentkezési határidő rövidesen lezárul, de a napokban még várjuk olyan csapatok, közösségek jelentkezését, akik június 4-én szombaton reggeltől akár késő éjszakáig szívesen töltenek velünk egy napot. Az időjárás kegyes volt a debütáló teljesítménytúrához, ahol semmiféle feltételt nem támasztottak a résztvevők felé, de a figyelmüket felhívták, hogy a távok hosszúsága miatt felkészületlenül ne vágjanak neki a kijelölt útvonalaknak. A túra útvonalak Hőgyészről, Závodról, Lengyelről és Kútról indultak, a végcél pedig minden esetben Kalaznó település volt. Látnivalóból és frissítő pontból sem volt hiány az erdőt, mezőt, falvakat átszelő útvonalakon. A Tolnai hegyháton túrázhattak a vállalkozó szelleműek, ahol a mozgás mellett a helyi termékek népszerűsítésén és a kulturális értékek megismerésén volt a hangsúly. A Tolnai Zöld út több települést foglal magába, tudtuk meg a szervezőtől.
8 települést fogja össze igazából, ez egy ilyen virtuális útvonal, nincsen konkrét kifestett útvonal, hanem a 8 település természeti, kulturális és egyéb értékeit fogja össze. Kicsit féltünk az első ilyen szervezéstől, azt mondtam először, hogyha 100 alatt lesz, akkor ciki lett volna, 200-an meg lettem volna elégedve, és most szóltak a kollégák, hogy 436-an indultak el. Ezt nem gondoltam volna először, hogy ilyen sokan fognak érdeklődni. Az, hogy egyrészt természet, nagyon jó a programok, tehát ugye vannak a beérkezési helyen még kulturális programok is vannak, és nem szabad elfeledkezni, hogy itt 8 településnek a segítségéről van szó. Mai nap ilyen 50-60 ember segíti ezt a programot, és őket összeszervezni és együtt dolgozni velük, igazán tényleg felemelő érzés volt, hogy a települések rajongtak, hogy ki tud többet fékfalajánlani a teljesítménytúrához. Bucsiba például asszonyok kézzel 400 adag rétest csináltak, úgyhogy kézzel lett nyújtva a tészta. Hőgyészen a halastónál ugye például halacsipszet csináltak, 3 napig utották a halat, tehát annyi munkát öltek bele a helyiek, és olyan vendégszeretet van itt mindenkinek a településnek a részéről, hogy szerintem ez lesz a mértékadó itt ilyen szempontból, és lehet, hogy valószínűleg jövőre visszajönnek még többen talán, vagy reméljük. A cél az volt, hogy kimozdítva az embereket a saját komfortzónájukból olyan természeti és épített értékekkel ismertessék meg őket, ami a későbbiekben is vonzó lesz majd számukra egy-egy program megszervezése kapcsán. Az időjárás kedvezett a résztvevő túrázóknak és a futóknak, akiket frissítő pontokon különböző finomságokkal vártak. A 4 táv közül mindenki megtalálta a kedvére valót. 10 kilométer, 25, 30 és 35 kilométeres távok voltak. Igazából az elsődleges szempont az volt, hogy legyen segítség, és akartam bevonni a településeket. Nem körútat terveztünk, bár ugye mindenki azt gondolja, hogy az a legegyszerűbb, amikor körútat tervezek, hogy nem kell autóbusszal szállítani az embereket, de a 8 települést úgy tudtam őket szerintem rávenni, ez nem szándékos volt, de ez egy úgy alakult ki a helyzet, hogyha mindenki minden településen átmegy az útvonal. Kis falvakról van szó, tehát nem kell autók között cikázni, hanem a falvaknak a szélén, nagyon szép kis utcákon lehet közlekedni, plusz rengeteg erdő. Így itt el tudtam érni azt, hogy mind a 7-8 település be tudott úgy kapcsolódni, hogy nincsenek kizárva ebből a szervezésből, meg tudja mutatni a saját értékeit a települést, mert nem azon, hogy bemennek egyet, megyünk egy kört az erdőbe, hanem bemegyünk a faluba, megnézzük a házakat, megnézzük a szép portákat, utána megyünk egy kicsit az erdőbe, megyünk egy tóhoz, közben eszünk, iszunk, mulatunk, és a legvégén meg egy kis szórakozás is van. Az érdeklődőkből pedig nem volt hiány, közel 450-en gondolták úgy, hogy a természetben töltik a napot, és teljesítik az általuk kivitelezhetőnek vélt túraútvonalat. Az eseményre a távok hosszúsága miatt kellett a felkészülés, ez arra késztette a jelentkezőket, hogy már a rendezvény előtt is mozogjanak. A 25 kilométeres závod és start pontról indultam én, ezt választottam az én képességeimnek megfelelően. Én nem sokat túrázom valójában, mert nagyon sokat ülök az íróasztal mögött, de azért elkezdtem egy körülbelül 10 nappal ezelőtt edzeni, túrázni, hogy ez is jól sikerüljön. Mindenképpen fontosnak érzem, mert nem csak a helyes táplálkozás, hanem a mozgás is nagyon fontos az egészség szempontjából. Én keveset mozgom, úgy érzem, és a sok jelentkező részre is úgy látom, hogy nagyon fontos az egészség szempontjából a mozgás. Mindenképp az életünk része kellene, vagy kell, hogy legyen. Mivel ez az első Tolnai Zöldút teljesítménytúra, remélem, hogy ez hagyománnyá fog válni. Reggel 8 órakor indultam závodról, az 5 kilométeres tarthelyről, és 14:30 után délután pár perccel érkeztem be. Tehát ez azt jelenti, hogy 6:30 óra? Jól számolok, 6:30 óra. Kalaznó polgármestere először teljesített ilyen hosszú távot, és teljesen elégedett a megtett idejével. A rövidebb, 10 kilométeres távra még babakocsival is érkeztek. Nem nehéz, egyelőre nem volt nehéz, majd kiderül. Ez az első alkalom, hogy babakocsival jöttünk, még csak 8,5 hónapos. Most már gyakori lesz. Régebben is gyakori volt, sokat jártunk, most újra sokat fogunk járni. Legutolsó frissítőpont Hőgyészen várta a túrázókat, ahol halas finomságokkal készültek a szervezők. Amivel készültünk, háromféle bor, ezt mondom előre, bár nem tudom, hogy ezt így kellett volna. Ami a lényegesebb talán az, hogy egy Laci halcsipszként hirdette meg ezt az egészet. Nem nevezném annak, mert halcsipszet házilag előállítani elég nehéz. Tehát halszeletke darabok sütve, így mondanám pontos kifejezéssel.
amit azért elég nehéz koordinálni, hogy mikor legyen készen, meleg legyen, ne legyen hideg, ki mit szeret, hogy szereti. 429 pontszeletkedarabból és 57 törpeharcsa. Azt mondták, hogy úristen, milyen jó van ez fűszerezve, milyen fűszer van rajta, ezt nem mondtam el. A vendéglátásra valóban nem volt panasz, a Kék Túra rendszeres résztvevőiként Zsolték is csak üdvözölni tudják ezt a kezdeményezést. Nagyon kedves emberek vannak, nagyon kellemes a túra, ez nagyon külön jó, hogy van fröccs is. G7 óta kutyagolunk, ugye ez azt hiszem a utolsó checkpoint. Nem volt olyan sok szintemelkedés, ez szimpatikus, a térdem az már nem bírja annyira. A résztvevők számán is megmutatkozik, hogy a mozgás mindenki számára fontos. És szoktunk 10-15 kilométereket, attól függ persze. Mi Szekszárdról jöttünk, de busszal jöttünk be, és akkor onnan indultunk a Művháztól idáig, és innentől pedig akkor megyünk ki Kaleznóra. Feri a leghosszabb távot, a 35 kilométerest választotta, melyet 7 óra 25 perc alatt teljesített. Az útvonal számomra teljesen új volt, ezen a környéken nem jártam. Többnyire erdőkben haladt turista ösvényeken, és hát a 35 kilométeren majdnem 600 méter szintemelkedés is volt, elég fárasztó volt, de a táj az gyönyörű volt, úgyhogy szerintem folytatódik jövőre ez a túra, akkor mindenképpen ismét benevezek. Erre lesz is lehetőség, mert a szervezők elhivatottak a jövő évi túra megszervezésével kapcsolatban is. A Magyar Falu Program Keopos és Lideres pályázati források is segítették a fejlődést Magyarkeszin. Az önkormányzat számára fontos, hogy épületeinek állaga megóvása mellett az energetikai fejlesztések is megvalósuljanak. E tekintetben még egy adósság van, de ennek fedezésére is van már elképzelés. Minden település törekszik rá, hogy a fejlődés érdekében forrásokat megragadjanak. Így tesz Magyarkeszi önkormányzata is, ahol az elmúlt időszakban számos beruházás készülhetett el különböző pályázati forrásokból. Mindkét iskola épület megújult topos energetikai pályázatból, ami nagyon kellett már, és tényleg nagyon szépre is sikerült, és hál' Isten még a gyerekek is tudják birtokolni, mert vannak még. Azon kívül Magyar Faluból sikerült a fogorvosi szolgálati lakást elkészíteni, felújítani. Most éppen a önkormányzat épületét újítjuk föl. Magyar falus forrásból volt, vagy van, és a fűtés korszerűsítés, ajzatcsere, ajtók cseréje, festések, lesznek új bútoraink. Mióta az önkormányzat van, azóta ezeket a bútorokat használták meg, ez a fűtésrendszer, úgyhogy már nagyon ránk fért, hogy az is végre felújuljon, megújuljon, mert most már majdnem minden épületünk megújult a Magyar Falu kapcsán. Az önkormányzati hivatal épületének korszerűsítésére 35 millió forint állt rendelkezésre, és az épületek felújításán felül pedig egy sok települést érintő probléma is megoldódott az utóbbi időszakban Magyarkeszin, közel 400 millió forintos KEUP forrásból. Tavaly zajlott le ez az ivóvíz minőségjavító program. Nagyon sok mindent csináltak, ami a mi kérésünk volt, az a csőcsere a főutcán, mert ott állandó felbontások voltak, mert állandóan csőtörések voltak, úgyhogy ezt sikerült megoldani. Talán azóta nem is volt ilyen gondunk. Felújult lent a vízház új berendezésekkel. Először furcsa volt a víz mindenkinek, más volt az íze, mással tisztították, de most már szerintem mindenki megszokta. A Magyar Falu program jutott a lehetőségeket felhasználva, újult meg a falu legkisebbjei által igénybe vett intézmény az óvoda is, melynek korszerűsítése kívül belül megtörtént. A Magyar Falus és a Keopos falások mellett a Líder nyújtotta lehetőségeket is kihasználja az önkormányzat. Ott jártunk oda, az utolsó simítások folytak az újonnan kialakított kis parkban, melyre 5 millió forintot nyert a település. Ez a terület, ez egy kicsit olyan vizes is, és ott régen egy ilyen kis erdőszerű, gondozatlan rész volt, és kipucoltuk, önkormányzat élet a terület, kipucoltuk, és nem tudtam mást oda elképzelni, mint egy nagy virágos kertet. Úgy tervezte a kertész, hogy minden évszakban, tavasztól őszig ugye mindig nyíljon valami, úgyhogy biztosan nagyon szép lesz majd. Majd az önkormányzatnak kell gondozni, mert körbe fő van,
úgyhogy remélem, hogy mindenki nagyon vigyáz majd rá, és megóvjuk. Magyarke színe a zöld területek karbantartására a közmunkaprogram egy nagyon jó lehetőség. Vannak közmunkások, van egy csapatunk, heten vannak, akik térkövet gyártanak most. Eddig lapokat, ilyen, amiben a árkokat béleltük, azokat gyártották, és most térkövet, még vannak járdáink, ahova be fogjuk ezt majd építeni a következő évbe, meg van egy lánycsapat, aki a kertészeti munkát csinálja, vannak belterületi telkeink a faluba elszórva, és ott gazdálkodunk, zöldségeket termelünk a konyhára. Én szerettem volna a csapadékvíz elvezetést a főutcára, de most egy szinten megelőzött a KPM pályázata, és jó is így, mert én nem is tudtam volna pályázni az ő árkaikra, és így most a felújításuk kapcsán, ami most egyelőre csak a falu közepéig ér, de én nagyon reménykedem abban, hogy ez megy majd tovább, mert akkor a Felefő utca még vissza van, és hát az ígéret az volt, hogy Felsőnyékig megy ez a felújítás. A közintézmények közül a Művelődési Ház energetikai fejlesztése van vissza, melyre a TOP Plus keretein belül pályázik majd Magyarkeszi. A Tamási Művelődési Központ színpadát megtöltötték a népviseletbe öltözött hagyományápolók. Egy egész éves munka gyümölcsét láthatták az érdeklődők élőzenés kíséret mellett. Egy május végi hagyomány is életre kelt az esemény alkalmával. Nézzük ennek a részleteit. Eljött az ideje a májusfa kitáncolásoknak, amit Tamási hagyományőrző csoportja, a Pántlika Néptánc Együttes is megejtett. Az eseményre a hosszú múltra visszatekintő évzáró gála műsor után került sor. 2003-ban alakult meg az együttes, és már 2004-ben rendeztünk egy évzáró műsort. Akkor még az volt a célunk, hogy a szülők lássák, hogy a gyerekek mennyit fejlődtek, mivel foglalkoztak. És hát ezt ugye illik minden évben megmutatni, hogy a gyerek miért jár hetente néptánc órákra, és akkor már azért úgy bővült a repertoár is, a közönség is kicsit más lett, már jöttek olyanok is, akiknek nem családtagjuk táncol az együttesben, hanem csak érdekli a néptánc, vagy szereti az ilyen jellegű műsort. A hagyományápolásra a Tamási Kultúrájáért Alapítvány a délután folyamán befolyt összeget teljes egészében a néptánc együttes fenntartására fordítja. Az együttesre fordítjuk vissza, vagy zenekart fizetünk belőle egy-egy próbára vagy műsorra. A viseletek is elég sokba kerülnek, és elég széles, szép viselet ruhatárunk van már, úgyhogy amit igényel az együttes, hogy azt pótoljuk a bevétellel. A néptánc együttes évek óta megeleveníti a májusfa állítás és kitáncolás hagyományát. Az együttes fiú tagjai és segítőik május 1-ére a műfáz előtt idén is felállították a lányok tiszteletére a szalagokkal ellátott májusfát. A kitáncolás alkalmával, miután kidöntik a díszes fát, a fiúk a lányok neveivel ellátott szalagokat átadják számukra, melyért cserébe nekik is, és az érdeklődőknek is jár a vendéglátás. Az eseményt megelőzően került sor a Művelődési Ház Színház termében arra a gála műsorra, mely tanúbizonyságot tesz arról, hogy mennyi munka van a társulat tagjai mögött. Az évzáró műsorra egész évben készültünk, moldvai, bukovinai, illetve törökkopányi táncokkal, a vendégegyüttes pedig bökönyi, illetve bukovinai táncokat hozott. Itt a zenekar érzi, hogy mi hogy tudunk táncolni, és úgy illeszti ránk a zenét. A mi csoportunk ez egy nagyon összeszokott csapat, a próbák pedig viszont nagyon jó hangulatban telnek. A zenei aláfestés ilyenkor minden alkalommal élőben történik, ezúttal a Sárarany zenekar segédletével. Szerencsére sokszor van dolgunk néptánc együttesekkel, és szerencsére ide Tamásiba is többször voltunk már, úgyhogy vannak közös pontok, amit tudjuk, hogy hogy szoktak táncolni, vagy milyen dallamokat szeretnek, úgyhogy hát szerintem mindegyik együttesnél más és más, hogy mik az igények, hogyan tudunk alkalmazkodni, ez mindig egy folyamat, egy izgalmas folyamat, hogy összecsiszolódik a zenés és a táncos közeg. Tartottak egy próbát, tehát nem itt találkoztunk most először a műsoron, hanem két héttel ezelőtt itt elpróbáltuk a nagy részét. Úgyhogy akkor már megvolt, hogy milyen tempóban, milyen dallamokat kell játszani, úgyhogy most már csak a finom hangolás volt, meg még egy kicsi próba itt előtte, és akkor
jól működött a műsor. A Pántiga Néptánc Együttes korosztályokra bontva 4 csoporttal működik. A Rügyecske csoportba járnak a legifjabbak, akik még csak ismerkednek a néptánccal. Az évzáró gálára összeállított műsorukkal megtöltötték a színpadot lelkesedéssel és jókedvel. A koreográfiát Kisné Kecskeméti Eszter állította össze, Tágasságot nekünk es címmel. Az ifjúsági korosztályt képviseli a Csillaghír csoport, a Rozmarin csoport tagjait, pedig a felnőtt nők teszik ki, akik Horváth Tibor és Zók Éva Élet-élet, Betyár élet című koreográfiáját mutatták be a közönségnek. A kamara csoport Taba Csaba és Fejér Erika pusztinai Nagyhegy alatt koreográfiájával örvendeztette meg a nagy érdeműt az évzáró műsor alkalmával. A délutáni műsort színesítette a Hölgyészi Székely Bokréta néptánc csoport műsora is. A Pántliga Néptánc Együttes továbbra is szeretettel várja új tagok jelentkezését, a 6-9 éves korúak számára szeptembertől a csoportot indítanak majd. "151 évvel ezelőtt született régész előtt tiszteleg", az az emléktábla, amely ezután a Tamási Kultúrák házának falát díszíti. A leszármazottak és a neves régész munkássága előtt tisztelgők jelenlétében került sor a leleplezésre. Tamásiban a Kultúrák házánál emlékeztek születésének 151. évfordulóján Csalány Gábor régészre. A megemlékezés alkalmával egy a nevét őrző tábla avatására is sor került. A város polgármesterétől megtudtuk, hogy gyermekkorát a Tolna megyei településen töltötte. Élete egy jelentős része Szentes városához kötődik. A 19. század utolsó harmadától egészen 1945-ös haláláig. De életének első 8 évét Tamásiba töltötte, Tamási születte. Mérhetetlenül büszkék vagyunk rá, hogy Tamásiban kiváló tudósok, országos hírű régészek születtek, ilyen volt Csalány Gábor. A Deák Ferenc utcában volt a családnak a szülőháza, ott született, ott nőtt fel. A köszöntő és avató beszédeket követően az 1871. május 10-én született múzeum alapító, múzeumigazgató Kultúrák háza falára elhelyezett emléktábláját a leszármazottak és tisztelők jelenlétében Porga Ferenc polgármester, Kánémet András, a Vosinszky-Mór megyei múzeum régésze, fő múzeumológusa és Szalontai Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet régésze leplezte le, aki a következőképpen emlékezett Tamási város szülöttéről. Innen elszármazva Szentesen kötött ki, ott élt el az életét, 1945. januárjában halt meg. Ő alapította a Szentesi Múzeumot, helytörténész régész volt, hazai és nemzetközi régészeti szakmában elismert szaktekintélynek számított. Mivel Szentesen élt és ott dolgozott egész életében, Szentes környékén rengeteg régészeti lelőhelyet, közel 100 régészeti lelőhelyet kutatott folyamatosan. Elsősorban a avarkori temetőket lehet itt meg, vagy érdemes megemlíteni. Tulajdonképpen a legfontosabb avarkori temetőket, amiket ma a szakma, a tudomány ismer Magyarországon, azokat az ő nevéhez köthetjük. Ezek nemzetközi hírű régészeti lelőhelyek, de nagyon fontos leleteket tárt föl a Gepida korszakból, illetve részkori temetőt tárt föl, Árpád-kori temetőket, nagyon számtalan régészeti lelőhelyen kutatott. Aki ennyire aktív terepi életet él, annak nagyon kevés ideje jut arra, hogy annak a tudományos feldolgozását is megcsinálja. Ő azért igyekezett ezzel élni természetesen, de mindenre nem juthatott ideje, úgyhogy az a forrásbázis, amit ő a föltárásokon föltárt, az több generációnak adott még munkát különböző publikációk tekintetében. A 19. század végén egy olyan korszakban számított nagyon nagy névnek, amikor Magyarországon elindult a muzeológia, meg egyáltalán a régészeti kutatás. Ugye az honfoglalás az ezeréves évfordulója kapcsán volt egy nagy felbuzdulás az egész országban, és ez számtalan helyi gyűjteményt generált Magyarországon, egyáltalán a figyelmet ráfordította, az átlag emberek figyelmét ráfordította a múlt fontosságának, a kutatásának a fontosságára, és ebben egy élharcos volt, egy kimondottan úttörőnek számított. Az emléktábla leleplezését követően koszorúkkal rótták le tiszteletüket a jelenlévők Csolány Gábor emléke előtt. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!